Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a kórusnak, és akkor hát most jön az a része, hogy a fizika. Az a helyzet, hogy engedjék meg, hogy egy picit a Mikulás fizikáról beszéljek. Először 2007-ben volt. Az úgy volt, hogy akkor ment az én fiam általános iskolába, és gondoltam, hogy úgyse lesz ott elég fizika óra, akkor legyen legalább egy évben kétszer. Ugye Mikulás fizika és a gyereknapi fizika, azóta minden évben megtartjuk, és hát kezdjünk is bele. Az a helyzet, hogy egy olyan kísérletet szeretnék elsőként megmutatni, ja, igen, az lényeges, hogy kicsit sötétebbe vonulunk, hogy jobban lehessen látni, egy kicsit a fényekről lesz szó. A ledekről szeretnék beszélni. A ledek egyébként azért is érdekesek, mert gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ők a csúcsragadozók a világítás technikában. Azt kell mondjam, hogy ha végignézzük, hogy mivel világított az emberiség, először mindenféle fadarabokat fogott, és akkor kivett a tűzbe, és akkor avval lehetett világítani, majd elkezdtek mindenféle olajakat, mécseseket, gyertyákat csinálni, aztán a gyertyákról átszoktunk a gázra, nem tudom ki mennyire ismeri ezt a részét, de ahhoz azért már fizikatudás kellett. Nagyon komoly fizikatudás kellett, hiszen a gázharisnya nélkül a gáz az nem világít. Ha hazamegy valaki és begyújtja a gáztűzhelyt, akkor azért az nem jellemző, hogy a lakást az jól bevilágítja. Egy enyhe kékes lángon kívül szinte semmit nem látunk. Ha csak arra bíznánk, ha most rátesszük azt a gázharisnyát, akkor az már egy nagyon érdekes fizikai folyamat mentén átalakítja fényét. Ugye aztán utána jött az ívlámpa, aztán jött Edison az izzólámpával, aztán jöttek a fénycsövek, és aztán megszülettek a ledek. Ezek a ledek, ugye ezek azok az, amelyik a legkevesebb energiából a legtöbb fényt csinálják, és hát igazából föl kell nőni ahhoz a technológiához, amit a led ad. Na most akkor az a helyzet, hogy hoztam egy pár ledet, ezeket szeretném majd megmutogatni. Ugye először is az volt az a legizgalmasabb dolog, hogy a ledek azok jellemzően valamilyen színnel világítanak. Ez például egy piros színű led. És hát mutatom, hát gondolom mindenki látott már ilyet. A következő az egy sárga színű led. Azt hiszem ez is jól látszik. Aztán utána fogunk nézni egy ugye meglátjuk, hogy ez egy zöld színű led, és aztán a következő a kék lesz, és hogyha valaki nézi a sorban, akkor itt az legjobb emlékeim szerint egy nagyon gyönge fénnyel világító lesz. Ez nem az, mindegy. Az a lényeg, hogy ezek a ledek, ezek azért izgalmasak, mert nem azáltal fognak fényt kelteni, hogy valahol hő keletkezik. Ha megnézzük, az összes a fénycsövet leszámít, az összesnél nagyon fontos, hogy a fényforrásunknak komolyan hő kellett az, hogy működjön. Na most a LED az nem ilyen, hanem a LED-nek az van egy érdekessége, hogy és akkor ezt a kisetet fogadják szeretettel. Most egy cseppfolyós nitrogént fogok ebbe az edénybe beletölteni. Ez a cseppfolyós nitrogén, ez egy nagyon hideg anyag, mínusz 196 Celsius fok hideg. És most meg fogjuk nézni, hogy veszünk egy ledet, és ezt a ledet én ide hozzá kapcsolom ez az eszközhöz, a mindenit. És hogyha ez elkezd világítani, akkor azt fogjuk látni, hogy ez egy zöld színű led. Na most. Figyeljék meg, megvárjuk, míg az edény egy kicsit lehűl, és akkor betesszük a ledet ide. Akkor azt kell nézni, hogy a lednek milyen a fénye. Betesszük a cseppfolyós nitrogénbe, és azt hiszem mindenki látja, hogy ez sárga lett. Na, ugye ez egy izgalmas dolog, tehát hogyha az összes fényforrásunkat lehűtjük, az nem a színét fogja megváltani, hanem elalszik praktikusan. Főleg, hogy a nitrogénbe alá betesszük, ott oxigén nincs, rögtön ki is, el is múlik az égés. Nézzünk egy másik ledet, ez egy... Nem mindegyik led tudja egyébként ezt a jelenséget, ehhez válogatni kell a ledeket, és az a helyzet, hogy a led technológia olyan forradalmian változik, hogy nagyjából meg lehet majd, ez egy sárga színű led, ezt is lehűtjük, és azt fogjuk tapasztalni, hogy ahogy ez lehűl, ez pedig zöld lesz.
Szerintem nagyon szépen látszik. Tehát azt kell mondjam, hogy ez a LED, ez ebben egy nagyon érdekes tulajdonság. Szerintem ezt nem sokan tudják, de most már egyre többen tudjuk. Ez a lényeg az egész előadásnak. A következőben az is izgalmas, hogy a LED az nagyon gyorsan kapcsolható. Tehát, hogyha meggondoljuk azt, hogy egy fáklyát mennyi idő alatt lehet kikapcsolni és bekapcsolni, akkor a LED ehhez képest ami elképesztő dolgot tud. És igen, ezt én legközelebb tepikem, nekem szóljatok, mert a feledékenység az én voltam. Csak azért, hogy ott lássák, hogy mi történik. Na, tehát az a Tepi, tudod, hogy ez egy barátságos előadás, nem kell meghunyászkodni, hanem rám szólni, hogy Karcsi, nem jól csinálod. Na, tehát akkor ugye ez a kibekapcsolgatás, ez nagyon gyors tud lenni, még az izzószálas lámpánál is sokkal-sokkal gyorsabb, hiszen az izzószálas lámpának ki kell aludnia, föl kell melegedni, és ehhez idő kell. Na, hát akkor, hogy ez így működik, és hogy könnyen lehet kapcsolgatni, én hoztam egy ilyen eszközt, semmi különösebbet ne gondoljanak rá, tehát ez még nem a dolog. Itt ledeket raktunk le, talán össze kikapcsolva megmutatom, tehát ledeket raktunk le, és ezek a ledek egy mátrixban vannak, tehát valahányszor valahány led van itt elhelyezve, és van hozzá egy elektronika, amivel lehet kapcsolgatni, és különböző alakzatokat lehet megvalósítani vele, tehát el lehet vele játszogatni, mindenféle jópofa dolgokat lehet. És hát ezzel tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy ebből van több is, tehát ez be van programozva egy egyszerű dologra, és akkor ennek a lednek a villogtatásával ezzel most már izgalmas dolgot lehet csinálni, és most nézem a fiam merre van, mert azt ígérte, hogy fog segíteni. Jó, itt van. És akkor most csak azt a botocskát kell megtalálni. Itt van. A következőt fogjuk csinálni. Van itt egy fénykép, pezőgép, és van itt egy ilyen LED játék. Ez egy ilyen fénykardszerű, hogyha én ezt elkezdem nyomogatni, akkor azt akarom elérni, hogy egy ilyen villogó kép alakuljon ki, de ha... Hát rögtön... Tehát... Aha! Kezd ez működni. Egy olyat kéne csináljon, hogy pedig most cseréltem benne elemet. Te szerinted? Hát ez a nyomógombja van. Na, hát igazából azt még szerencs... Aha, ez az, teljesen jó, köszönöm szépen. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon rövid időkre fölvillan. Van egy fényképezőgépünk, úgy van beállítva, hogy 4 másodpercig exponál. A 4 másodperc alatt pedig én annyit fogok tenni, hogy így a kezemet elhúzom. Le kell kapcsolni azt is, majd egy pillanat. Tehát akkor ugye azt fogom csinálni, hogy én ezt így elhúzom, és akkor tulajdonképpen azt fogok látni, hogy itt egy villanás, és közötte pedig semmi. Ezt tulajdonképpen, ha tudjuk, hogy mekkora szaporasággal villog, akkor ebben a fényképben benne lesz az, hogy milyen gyors az én kezem. Tessék végig gondolni, távolságokat meg tudjuk mérni, és akkor két villanás között megtett távolság, ugye az út és az idő hányados, az nálunk a sebesség, itt erre a fizika intézetbe kapcsolod le nyugodtan, és föl fog kapcsolódni, és aztán még egyszer kell, ez ilyen okos, így van. Jó, tehát akkor azt fogjuk csinálni, hogy ő azt fogja mondani, hogy most, akkor én innen a kezemet idáig el fogom tolni. Lassan. Most. Jó, várjunk csak megint, csak jó irányba tartottam? Még egyszer, csináljunk még egyet. Most egy kicsit gyorsabban fogom megtenni. Most. Jó, és akkor most annyit fogunk tenni, hogy visszakapcsoljuk a villanyt. És kicsit megkérlek, hogy akkor vetítsük el, vagy vegyük ezt a képet előre. Most még nem kapcsol ki, öreg Istenit neki, hát most már tényleg elegem van belőle. Tehát megmakacsolta magát. Tehát akkor tulajdonképpen azt fogjuk meglátni, hogy az ilyen, és azt azért mutattam ezt, ha ügyesek otthon is meg tudják csinálni, a legtöbb ilyen fényképezőgépben ez az éjszakai üzemmódnak hívják. USB kábel. Atyaisten, az HDMI, nem? USB, jaj, de jó. Na, hát akkor ez is megoldódik. Na, és akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a fizikában egy olyan megfigyelési mód lehetséges, hogy egy fényképben, egy állóképben viszonylag
bele van kódolva a mozgás. Csak azt kell tudni róla, hogy pontosan hogyan működik ez a történet. A következő, amit szeretnék majd megmutatni, és akkor ez majd még egy fényképet fogunk csinálni, ez szintén itt házilag barkácsoltam. Ez egy, csak hogy lássunk is valamit, ez egy ilyen gumihab, és ebbe a gumihabba beleraktam ledeket. Ha bekapcsoljuk, akkor ezek a ledek világítani fognak. Na most, ezek között, a ledek között van egy jó pár, amelyik fehér színű, és van egy, amelyik piros színű. Na, erről az egyről szeretnék mesélni. Ez úgy keletkezett, ez a piros színnek a helye, hogy én fogtam, ezt így átszúrtam egy mozdulattal, fölfüggesztettem, és ezen keresztül húztunk egy vonalat, egy függőleges vonalat. Aztán átraktam egy következő helyre, és ezen keresztül is húztunk egy függőleges vonalat. A meccés pont az éppen a tömegközéppont, ez főleg azoknak mondom, akik esetleg a fizikát nem annyira szeretik. És akkor ez a tömegközéppont, ez azért izgalmas, mert hogyha én ezt majd eldobom, és az eldobás után az fog történni, hogy ezek a ledek, ezek különféle pályákat fognak bejárni, és a fehérek és a piros között lényegi különbség lesz. Na akkor, bocsánat, meg elkészült a fotó, tehát azt, amit most csináltunk, szerintem fogjuk látni, szerintem tessenek megnézni, itt van ez a fotó, és itt a másik. És hát ezekkel tényleg jópofa dolgokat lehet csinálni. Én azt hiszem, hogy ha otthon van egy kis idejük, és jön a tél, már úgy értem a téli szünet, akkor lehet próbálkozni. Még egy dolgot, ennek a dobálásától most eltekintünk, de én készítettem múltkor fotókat. Van még egy fotó? Nincs. Nincs, akkor majd engedj ide, bocsánat, de... És akkor azt fogjuk megcsinálni, hogy megmutatom pontosan, hogy... Igen. Egy fél másodperc, azt mondja, hogy... nekem mindig én eltévedek a kompjúterembe, és ez elég szomorú. Dokument... ide tettem. Igen. No, tehát akkor föl fogják ismerni, hogy erre 4 másodperces expozícióval készítettünk fotókat. És akkor az legelső az úgy nézett ki, talán fölismerik, hogy a tanteremnek a táblájáról van szó. Fölhúztam métereket, csak azért, hogy később, ha mérni akar az ember, akkor precízen tudjon mérni. Következő kép az úgy fog kinézni, hogy íme itt van, ez most már az a fotó, ami elkészült. Tessék megnézni, hogy a piros és a fehér az ott külön-külön jól látszik. Amit erről érdemes tudni, hogy a piros az egy nagyon precíz parabola. És ennek a parabolának, ha tudjuk a méreteit, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen szög alatt dobtuk el a tárgyat, azt is meg fogjuk tudni mondani, hogy mekkora sebessége volt, mennyi ideig tartott a hajítás, és hogyha egymás után csinálunk ilyeneket, akkor szerintem ez nagyon szépen látszik. Itt az is látszik, hogy aki elkapta, az elkezdte hozzám közelhozni, tehát ezek mind azok a részek, amiből, hát hogyha óvatosan fogalmazok, akkor ebből lehet csinálni egy jó kis fizikafieldát. Ugye szerintem most akkor egyébként a fizikának a legizgalmasabb része, hogy találunk egy érdekes dolgot, és akkor azt az érdekes dolgot elkezdjük megfigyelni, megmérjük, és akkor ezek alapján közelebb kerülünk a természethez. Azt mondhatnánk, hogy olyasmit fogunk tudni csinálni, megismerjük a körülöttünk levő világot, és ennek a hatására sokkal jobbak és jobb eszközöket, és egyre hasznosabb eszközöket tudunk csinálni. Ugye a ledekről sok mindent lehetne még mondani. Ugye a két legfontosabb dolog, hogyha egy led egy pályán megy, ugye láttuk, ott van az a, például az a parabola pálya, akkor annak abban sok mindent lehet csinálni. Például akár hiszik, akár nem, lehet képet alkotni. Nem tudom, hogy értik-e ezt a dolgot, de hogyha nem értik, az nem olyan nagy baj, mert megmutatom, hogy mire gondoltam.
Hát itt van egy ilyen ledekből fölépített eszköz. Ez a ledekből fölépített eszköz, ez, hát én úgy is mondhatnám, hogy lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni az előadásomat, de én úgy gondoltam, hogy ez sokkal izgalmasabb annál, mint sem, hogy lelőjük ezt a poént. Hát akkor fogadják szeretettel. Jó, pardon. Igen. Tehát mondom, a LED-ből épített eszköz látunk. Azt hiszem mindenki láthatja azt, hogy láttuk a négy kart. Ugye van az a négy kar, azon a négy karon rengeteg LED van, mindegyik körpályán jár, és a megfelelő időben és pillanatban kibe kapcsolgatjuk a LED-et, a megfelelő színekkel, a megfelelő fényerősséggel, akkor ebből egészen jó ábrákat lehet csinálni, még akár videófilmet is lehetne nézni rajta. Tehát azt kell mondjam, hogy a LED azért sokkal többet tud annál, mint hogy megyünk az erdőbe és világítunk vele. Tehát azt hiszem, ezt mindenki jól látja. Ja, átdugod? Hát ez itt a reklám helye, ugye itt a fizika. És hát igazából azt kell mondjam, hogyha egy videokamerával nézi valaki, akkor egyik részről lehet, hogy túlzottan erős a fénye, másik részről pedig fogunk látni egy ilyen érdekes dolgot, ezt úgy hívják, hogy stroboszkópikus hatás. Ez a stroboszkópikus hatás, erről majd mindjárt beszélünk egy keveset, azt kell mondjam, hogy ez a stroboszkópikus hatás arról szól, hogy megadott ideig kibe kapcsolgatják a ledeket, és a kibe kapcsolgatáshoz képest a videokamera is megadott időnként készít egy képet. És ugye ennek a kettőnek az együttműködéséből alakul ki ez. Én azt hiszem, hogy ott az emberi szemet nem lehet becsapni, az folytonos képet kap. A videokamera meg csak ilyen szaggatottan rögzíti az eseményeket, az nem pont ugyanazt fogja látni. Hát én azt gondolom, hogy tehát ugye, még egyszer mondom, ami számomra izgalmas, hogy van egy érdekes dolog, és abból az érdekes dologból, pusztán a motivációból mi mindent lehet kihozni. Hát szerintem, ahogy elindultunk a fáklyától, azért egy kicsit tovább értünk, én azt gondolom. Na jó, hát akkor szerintem elköszönünk ettől az eszköztől, és hát annyit azért, hogyha még egy pillanatra ránézünk magára az eszközre, azt azért szerintem jól lehet látni, hogy van négy kar, és a négy kar az hosszában mindegyik egy rengeteg ledet, összesen körülbelül majdnem 600 led van rajta. Tehát így a színeket és az egyéb részeket megtenve, tehát ilyen 2100 pixeles felbontással tud ez dolgozni, és hát igazából azt kell mondjam, hogy ebben benne van egy kis számítástechnika, és benne van egy csomó ismeret a fizikáról, ugye egyrészt a ledekről, másrészt pedig a mozgások fizikájáról. No, akkor az érdekességek kapcsán azért még szerintem nézzünk egy olyan érdekességet, ami szerintem most egy kicsit a kisebbeknek fog tetszeni. Tehát az első dolog, amit szeretnék itt megmutatni, az... Hoppá! Amit elsőben szeretnék megmutatni, az egy vákuumszivattyú lesz, és ezzel a vákuumszivattyúval fogunk kísérletezni. Hogy jól lássunk, mindjárt kapcsolunk egy kicsit több fényt is. Úgy. Tehát. Akkor azt hiszem, hogy mindenki látja, hogy itt van a vákuumszivattyúnk, ez még egy kicsit később fog kelleni, és itt van benne a vákuumszivattyúban egy érdekes mérleg. Ez a mérleg, ez ki van egyensúlyozva, van két karja. Az egyik karján találunk egy üveggömböt, egy nagy térfogatú üveggömböt, a másik oldalán meg egy kis térfogatú fémgömböt. És amint látják, ki van egyensúlyozva ez a mérleg, és akkor most, ha kiszivattyúzzuk a levegőt, akkor valami fog történni, és akkor ezt én nem lövöm le előre, szivattyúzzuk ki a levegőt. Itt a vákuumszivattyú.
És jó. Elkezdődik a vákum készítése, és azt hiszem mindenki jól látja, hogy a nagyobbik gömb az nehezebbnek tűnik vákumban. Hát igazából az a történet, ha meg akarnám fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az aerosztatikai felhajtóerő megszűnt, de azért nem megyek tovább, mert lesz erre még egy magyarázata az előadás során, és akkor én most kikapcsolom, és akkor azt szeretném megmutatni, hogyha visszakapcsoljuk a légköri nyomást, a légköri nyomás visszakapcsolásával vissza fog állni az egyensúly, tehát ismételten ki fog most áramlik befelé a levegő, és akkor ennek az aerosztatikai nyomás kiegyenlítődése révén előbb-utóbb már le fogom tudni venni ezt a búrát, mert ha azt a búrát megpróbáltam volna levenni, akkor igen furcsa dolgok történhettek volna. Na, szerintem itt még egy kicsit engedünk be ebből a levegőből, kicsit gyorsabban. Hát igen, még a jó sok levegőnek be kell menni. Nem akarom, hogy az üveggömb eltörjön. Ezért csak szép lassan engedjük vissza. Ugye most süvít befelé nagy sebességgel a levegő, és amikor a levegő megcsillapodott, akkor visszaáll az eredeti helyzet. Természetesen, ha levesszük, akkor mindenki láthatja, hogy a légnyomás visszaállta után visszaáll az egyensúly. A következő kísérlet, azt kell mondjam, hogy kitaláltam hozzá egy vicces magyarázatot is. Itt van, hát nem tudom, hogy szabályosan mondom-e, de állítólag már nem szabad mondani négercsóknak, de én úgy ismerem. És erre a rövid két vasárnapra, ami nekem hátra van, ez már megmaradok négercsóknál. Az ember megvesz a négercsókot, és azt mondja, hogy hát ez olyan kicsi, hogy miért nem hoztál egy nagyobbat? Ha megpróbálunk fizika tudás segítségével egy kicsit nagyobbat csinálni belőle. Semmi többet nem kell, csak letakarjuk egy búrával, és csinálunk vákumot a négercsókoknak. És akkor szerintem mindenki fogja látni, amit látni lehet. Visszatesszük a szivattyút, és bekapcsoljuk. És akkor elkezdődik a légritkítás, és szerintem mindenki látja, hogy teljesülni látszik a vágyunk, mert nagyobb lesz a sütemény. Úgyhogy csak ki kell várni azt, hogy legyen kellően... Tessék? Ja, táblát kapcsoljuk le. Igen, milyen igaz? Bocsánat. Igen. Jó, tehát akkor szerintem mindenki láthatja, hogy jóval nagyobb lett a süteményünk. És hát most már csak annyit ki kell osztani ezeket a süteményeket. Úgyhogy... Hát még növekszik, úgyhogy kár abba hagyni. Várjuk ki. Ugye, ha valaki megkérdezi, hogy pontosan mi történik ebbe ez a hab, ez úgy néz ki, hogy ugye van az a... Hát igazából ez régen tejből készült, de ennek már semmi köze a tejhez. Tehát ez egy ilyen habosított anyag, és a légköri nyomáson a habnak a belsejében levő buborékokban pontosan ugyanakkor a nyomás, mint a sütemény körül. És akkor a kettőt, hogyha megnézzük a nyomás viszonyok megváltoztatásával, mi történik, ha kiszivattyúzzuk a levegőt körülött, akkor ez a buborék, ez elkezd fölfúvódni, és szép nagy lesz. Úgyhogy azt hiszem, hogy eléggé meggyőzően alakul ez a történet. És akkor most már csak annyi van, hogy kiosztjuk a süteményeket. Elkezdem én ezt kinyitni. És hát azt hiszem, hogy most jön az igazi meglepetés. Mert hogy az igazi meglepetés hatására... Hát a süteménnyel ez történik. Úgyhogy... Hát igen, tehát a fizika az már csak ilyen, ahogy mondani szokták. Még egy, igen. És akkor még egy jelenséget szeretnék megmutatni, aztán azért nem ezt, tehát
Ha valaki kérje, akkor megkaphatja majd az előadás végén. Egy másik eszköz is van, ez viszont borotvahab lesz, és akkor ezzel a borotvahabbal fogunk kísérletezni, azért rázom meg, hogy jócskán kerüljön bele. És akkor ebből a borotvahabból megtöltünk egy poharat. Úgyni. És akkor ezt itt elhelyezzük. Ígyni. És jöhet a vákum. Hát, hogy miért ezt hagytam utoljára, azt rögtön meg fogja mindenki érteni, hogy elkezdődik a kísérlet. És akkor nézzük, hogy pontosan mi is történik. Ahogy a légköri nyomás a borotvabon kívül elkezd csökkenni, a borotvab elkezd növekedni, és hát addig növekszik, ameddig ki nem egyenlítődik a buborékban levő nyomás, a körülötte levő nyomással. Tehát a buborék sokszorosára fog fölfúvódni, és hát ahogy nézem, ez egy határozottan növekedés mutat. Azt kell mondjam, hogy ugye a vákum az egy nagyon érdekes történet, hogy a vákum az azt jelenti, hogy kiszövetjúzzuk az edényből az összes gázt, és akkor tulajdonképpen hát az összes gázt ezért itt a fizika intézetben azért engem megköveznének, legalábbis a nagy részét ki fogjuk szivattyúzni, és akkor tulajdonképpen a gáz részecskék hiányában eltűnik a nyomás, és szerintem ebbe a körbe ez a magyarázat ez belefér, ezért nem fognak megkövezni, és szerintem látjuk, hogy csak idő kérdése, tehát ezeket a kísérleteket, vagy úgy, a jelenségeket nem szabad sietetni, tehát ez nem egy gyors folyamat, és akkor látjuk azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz. Azt kell látni, hogy a habunk még mindig nő. Általában csak mondom, hogy nem akarok poént lelőni, általában tele szokott lenne az egész. Úgyhogy ezt már tessék megnézni. Úgyhogy ekkorára nem nőtt meg sajnos a négercsók, de szerintem a kísérletre elmondhatjuk, hogy sikerült. És hát akkor most megint az van, hogy osszuk ki, vagy együk ki belőle a vákumból, és hogy elkezdjük kikapcsolni a vákumot, akkor azt hiszem, hogy elég jól látszik, hogy majd szépen összeomlik a hab. Mindjárt lefogom benne a burkolatot, és akkor látják, hogy miért nem ezzel kezdtem. Tehát ez azt hiszem egyértelmű, ez most már megy a szertárban a mosógépbe. Még egy kicsit várni kell, még a levegő még áramlik befelé. Igen. Hát akkor itt van, ennyi maradt belőle. Tehát annak eredményeként, hogy a vákumban volt, a buborékból szökik gáz, és akkor nem ugyanakkorára fog visszahízni, mint amekkorára, amiből elindult, hanem egy jóval kisebb lesz. Azt akarom mondani, hogy aki elolvasta a honlapot, az tudhatja, hogy lesz egy vendégünk, illetve nem lesz, hanem van. És akkor fogadják szeretettel Fényes Gabriellát. A Gabrielláról annyit kell... És akkor ezt az asztalt adom vissza. Jó. Eltűnök egy pillanaton belül, tehát még kicsit átrendezünk. Addig Gabrielláról el szeretném mondani, hogy főmuzeológus. Ebből régész. Doktorált. Régészetből doktorált. És igazából amikor kezembe fogtam az ő könyvét, akkor tudtam, hogy ő lesz a Mikulás fizikának a vendége. Köszönöm. Nem így volt? Tessék? Hát akkor itt alatt. Igen. Bocsánat, de hát ne tagadjuk le, ami úgy van. Tehát, bocsánat, csak egy kis nitrogén, nem. Jó. Adom az asztalt, és akkor én ide ülök, és akkor segítek kapcsolgatni a technikát, hogyha... Tessék parancsolni. Akkor amíg a PowerPoint bemutató elkészül, addig rögtön be is mutatnék egy kísérletet. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, mint kiderült régész vagyok, és az első kísérletünk az fogja bemutatni, modellezni, hogy hogyan dolgozik egy régész.
És erre hívtam egy nagyon kedves önként jelentkezőt. Nagyon kedvesek vagytok, de van egy kis beépített gyerkőcöm. Úgyhogy gyere, Boldi! Jössz? Kiengedik? Gyere, Boldi! Boldi nagyon jól tudja egyébként, hogy milyen egy régésznek a munkája, mert az apukája is régész, a kollégám. Bemutatkozol nekünk, Boldi? Bár most Boldisárnak hívják. Igen, az nagyon jó lesz. Kapsz egy sámlit. Én pedig megmutatom, hogy itt van egy Mikulás. Most ez jelképezi a múltat. Ezt a Mikulást én kicsomagolom, beleteszem egy zacskóba. És a Boldinak az lesz a feladata, hogy egy kis kalapáccsal összetöri. Jó, erősen csapjál rá. Még ide is csapjál rá. Jó, köszönjük szépen. Itt megkínálom vele az előlülőket, legyenek a csokoládéból. Köszönjük szépen. Ti is kértek? Tessék? Vegyetek. Le is törhettek még belőle. És ha vett a mindenki, aki szeretett volna, akkor a maradványokat szeretném visszakérni. És akkor megmutatom a kamerának, hogy ez maradt a Mikulásunkból. Hát ez az, amit a régész talál a földbe, és amiből rekonstruálnunk kell a múltat. Köszönöm szépen, Boldi, a segítségedet. Visszaülhetsz a helyedre. Kalapácsot azt elkérem. Ez a tiéd. Ez olyan, mint anyukád, aki restaurátor összeragasztotta volna. Úgyhogy akkor továbbadom még, aki szeretne összegetni közben, az összegessen. És akkor kérném szépen a PowerPointot. És akkor tulajdonképpen a régésznek a feladatát már is látták. Ilyen töredékekből kell rekonstruálnunk a múltat, ez azonban nem egy reménytelen vállalkozás. És ha minden igaz, akkor rögtön kapok PowerPointot is. És hát itt feltárhatjuk a múltat, többek között azt is, hogy réges-régen hogyan dolgoztak a mérnökök, illetve a fizikusok, és hogyan ismerték meg a természettudományt. De van kapcsolva? Bocsánat, én igyekeztem bekapcsolni. Azt mondja, hogy ez működik, akkor... Bocsánat. Akkor majd lépegettek. Valami árulás van. Ez nem az? Ez nem az. Na, akkor egy átmenetileg, egy pillanat, mindjárt kavarunk egyet. Bocsánat. Ez most már jó lesz. És akkor most már jó lesz. Úgy. Szerintem most már... Most már ezzel is? Oké. Jó. És hát a képen az én munkahelyemet látják, az Aquincumi Múzeumot. Maga a múzeum szó az ókori eredetre megy vissza, a múzsák nevéből ered. A görögök ugye sok-sok istenben hittek, és náluk volt 9 ilyen isteni lény, akik az irodalom különböző ágaival foglalkoztak, többek között a költészettel, a drámával, ezeket védelmezték. De a múzsák védelme alatt állt a történetírás, a csillagászat, a zene, sőt még a matematika is. Pütagoraszról például tudjuk, hogy matematikai felfedezéseiért a múzsáknak mutatott be áldozatot. Hát a múzsáknak nem építettek templomokat, hanem ligetekben áldoztak neki, ott rendeztek számukra ünnepi játékokat, és hát idővel a múzsák védte tudást tanították az iskolákban is,
így az iskolákra is átragadt a múzeum elnevezés. Ezt a görögül úgy nevezték, hogy Muszeion, tehát a múzsák szent ligete, ahol tanítják a tudást, latinul pedig úgy nevezik, hogy múzeum. Hát az ókori világ leghíresebb múzeuma az ókori Alexandriában volt, Egyiptomban, a Nílus deltájában. Ezt a múzeumot egy hadvezér alapította, Ptolemaiosz Szótérnek hívták. Ő a világhódító Nagy Sándornak volt a hadvezére, és amikor Nagy Sándor, a makedón uralkodó meghalt, a hadvezérei felosztották egymás között a birodalmát, és Egyiptom Ptolemaiosz Szótérnek jutott. Itt éremkép alapján átrajzoltuk, hogy hogyan is nézhetett ki. Hát látszik, hogy egy nagyon kemény katona, de egy nagyon nagy tudású valaki volt, aki a kor híres tudás központjában, Rodosz szigetén tanult, és tudta, hogy a tudás az hatalom. Úgyhogy ő alapított egy intézményt, ami szintén a múzsáknak volt szentelve. Ez volt az Alexandriai Museion, azaz latinul a múzeum. És ő és fia, második Ptolemaiosz Philadelphos, ide hívták az akkor ismert világnak a leghíresebb tudósait. Ezek a tudósok itt végezték a kísérleteiket, különböző tudományos felfedezéseket tettek, és az oda sereglő, köréjük sereglő tudásszomjas ifjakat is tanították. Hát ezen tudásszomjas ifjak között volt egy nagyon híres személyiség, gondolom a képről sokan felismerik, hogy ki lehet ő. Felismerik? Archimédész volt bizony az ókor egyik leghíresebb tudósa. Szicília szigetén Szürakusza városában született, élete nagy részét ott is töltötte, de megfordult Alexandriában, és feltételezhető, hogy ebben a múzeumban tanult. Amit tehát akkoriban ne úgy képzeljenek el, mint egy mai múzeumot, hanem sokkal inkább úgy, mint mondjuk a Műegyetemet itt, ahol vagyunk. És hát Archimédészhez ugye nagyon-nagyon sok-sok történet kötődik, ezek közül a leghíresebbet, azt nyilván mindenki ismeri. Én még az iskolában ezt a kis versikét tanultam hozzá, minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Ugye ez a felhajtó erő törvényének a kitalálásához kapcsolódik, amely szerint Archimédésznek volt egy problémája, egy koronáról el kellett döntenie, hogy az aranyból készült, vagy ezüstből készült, úgyhogy nem töri szét a koronát. Ezért Archimédész elment egy fürdőbe. Az ő idejében, a Krisztus előtti 3. században így nézett ki egy fürdőkád, beleereszkedett a vízbe, és észrevette, hogy a teste vizet szorít ki a fürdőkádból, és erre rögtön rájött a nagy megoldásra, kiugrott a kádból, és úgy, ahogy volt, kiszaladt pucéren az utcára, miközben azt kiabált, hogy heuréka, ami magyarul annyit jelent, hogy megtaláltam a megoldást, hogy hogyan oldjam meg ezt a problémát. Hát Archimédész mellett még nagyon sokan kötődtek ehhez a múzeumhoz. Közülük én valakit ki szeretnék emelni, aki sokkal kevésbé híres. Őt úgy hívják, hogy Ctesibiosz. Ctesibiosz a pneumatikának a megalapozója volt. A pneuma, az egy görög szó, azt jelenti, hogy levegő. Tehát a pneumatika a levegő tulajdonságait vizsgáló tudomány. Hát ennek a megalapozója volt Ctesibiosz. És Ctesibiosz úgy vizsgálta a tudományt, vagy a levegőt, hogy kísérleteket végzett. Ezen kísérleteiből gyakorlati találmányok eredtek, sok-sok olyan gyakorlati találmány, amit mind a mai napig használunk. Hát ezek közül talán a leghíresebb az az orgona. Gondolom nem is gondolnák, hogy ez egy ókori mérnök embernek, vagy fizikusnak, egy tudós embernek a találmánya volt. Érdekes módon a görögök az összes többi hangszerükről úgy gondolták, hogy az az isteneknek az adománya, az istenek ajándéka. Egyedül az orgona volt az, amiről már az ókorban is tudták, hogy ez egy fizikusnak a találmánya. Azt is tudjuk, hogy hogyan találta fel Ctesibiosz az orgonát. Az apukája ugyanis fodrász volt Alexandriában, és Ctesibiosz szeretett volna egy tükröt úgy elhelyezni, hogy ha alacsony a vendég, lehúzzák a tükröt, ha magas a vendég, felemelik a tükröt, hogy lássa benne a vendég magát. Ezért a tükröt rákötötte egy zsinórra, a zsinort elvezette egy csőbe, és a zsinór végére kötött egy súlyt. És észrevette, hogy amikor mozgatja a tükröt, akkor a súly által összesűrített levegő sípoló hanggal távozott. És állítólag ez adta neki az ötletet az orgona kitalálásához.
És én ezt azért meséltem el önöknek, mert... Jó. Mert hogy az én múzeumomnak a leghíresebb lelete, az a világ legrégebbi orgonája, meg 228-ból származik. És itt rögtön be is mutatom, hogy hogyan nézett ki, hogy működött, és milyen... Nem mutatom meg? Jajjaj! De, megmutatom. Így nézett ki, halljuk a hangját, ez egy ókori dallam, amit Justus Wilberg játszik rajta, és mindjárt megnézzük, hogy hogyan is működött az ókori orgona. A hangszer alatt volt egy tartály, ebbe víz volt. Volt benne egy lefelé fordított tölcsér, ebbe levegőt pumpáltak, a levegő kiszorította a tölcsérből a vizet, és körülötte pedig megemelkedett a víz szintje. És akkor megnyomtak egy billentyűt, szabaddá tették a levegő útját a sípok felé, megszólalt a hangszer, és szép egyenletesen szólt a hangszer. Ezért volt szükség a vízre. A víz az egyenletes légnyomást biztosította. Hát Ctesibiosnak volt egy tanítványa, Filonnak hívták a tanítványt. Filonról nagyon keveset tudunk, annyit tudunk róla, hogy az ókori világ egyik legjobb tanárának tartották, aki nagyon sok-sok kísérletet végzett, valószínűleg olyan ember lehetett, mint Hertlein Károly tanár úr, és ezeket a kísérleteket egy könyvbe le is írta. Ezek a legegyszerűbb kísérletektől a legbonyolultabb kísérletekig szerepel sok-sok minden ebben a könyvben. Mondanom se kell, hogy ez a könyv nagyon népszerű volt. A középkori szerzetesek és az arab tudósok is szorgalmasan másolták, úgyhogy ránk is maradt a könyv. A 15. században már volt olasz fordítása is. Olyan emberek, mint Leonardo da Vinci vagy Galileo Galilei is olvasták és használták, és széljegyzetekkel ellátták ezt a könyvet. Hát ebben Filon a legegyszerűbb kísérletek leírásától eljutott a legbonyolultabbakig, például egy robotnak a leírásáig. Irodalmi leírásokból több adatunk van arra, hogy az ókorban is léteztek robotok, de csak ez az egyetlen egy forrás, ami leírja, hogy hogyan is kell ilyen robotot készítenünk. Filon szerint ugyanis a robot készítés az nem csalás, nem ámítás, nem is varázslat, hanem szintiszta fizika. Hát Filon robotja a következő képen működött, ez egy szolgáló lánynak a szobra volt, akinek az egyik kezében tartott egy korsót, és a másik kezébe valaki egy ivó csészét tett, akkor először bort, majd vizet töltött a csészébe, mert hogy egy kultúrált ember az ókorban nem itta tisztán a bort, hanem csak vízzel higítva. A szobor belsejébe el volt helyezve két tartály. Az egyikben bor volt, a másikban víz volt. Mind a két tartály aljáról egy nagyon-nagyon vékony cső vezetett ki a korsónak a pereméig. És volt két másik cső is, egy-egy mindegyik tartályból, amiknek a vége szelepekkel volt nyitható és zárható. És ha valaki egy ivócsészét tett a robotnak a karjába, ez egy szögemelő volt, akkor megmozdult a robotnak a karja. Amikor megmozdult a robot karja, akkor ezek a szelepek megmozdultak. Először az a szelep nyitott, amelyik levegőt engedett a boros tartályba, a bor fölé, és így kiszorította a bort ezen a nagyon-nagyon vékony csövön keresztül, és a csészébe bor folyt. A következő, amikor a csésze a bor súlyától súlyosabb lett, akkor a kar odébb mozdult, zárta a boros tartályba vezető csőnek a szelepe, nyitott a vizes tartályba vezető csőnek a szelepe, levegő érkezett a vizes tartályba a víz fölé, és ezért levegő folyt a csészébe. Most már a bor és a víz együttes súlyától még nehezebb lett a kar, még jobban megmozdult a kar, zárt mind a két szelep, és a csészét el lehetett venni a robotnak a karjából.
Úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ugyan Jedlik álmosig és a szódavíz föltalálásáig, a szódavizes borra még várni kellett, de igazából a világ első robotja, legalábbis aminek a leírása ránk maradt, az egy fröccs robot volt. Ezen kívül az ókori tudósok felhasználták azt is, hogyha a levegőt felmelegítjük és térfogata kitágul, akkor ezzel automata szerkezeteket lehetett működtetni. Hát ezek közül az egyik leghíresebb ilyen találmányuk, az az automata templomajtónyitó szerkezet volt. Ugye itt a templom, itt az ajtaja, előtte van egy oltár. Az oltáron tüzet gyújtanak az istenek számára, ekkor az oltár belsejében lévő levegő hőmérséklete felmelegszik, térfogata kitágul, és ebből az edényből kiszorítja a vizet. A víz átfolyik egy másik edénybe, ami föl van akasztva két láncra, a lánc az ajtónak a tengelyére van rátekerve, mind a két tengelyre, és amikor lesüllyed ez az edény, akkor megforgatja a tengelyeket, és így kinyílik a templomnak az ajtaja, majd amikor elalszik a láng a oltárnak a tetején, a oltárba lévő levegő térfogata lehűl, akkor becsukódik a templom ajtó. Még egy harmadik ilyen ókori fizikusról szeretnék beszélni. Őt Héronnak hívták, egyébként az előbb bemutatott kísérlet is az ő egyik könyvébe maradt ránk. Héron tovább kísérletezett, fogott egy üstöt, az üstöt megtöltötte vízzel, jól lezárta, csak két cső vezetett ki az üstnek a fedeléből, amik egy gömbbe torkolottak, és a gömbből is egy-egy cső vezetett ki. Amikor tüzet gyújtott az üst alatt, akkor az üstben lévő víz felforrt, a kiáramló gőz pedig megpörgette ezt a gömböt. Hát ezt sokan a gőzgép előfutárának szokták tartani, de azt be kell vallani, hogy itt megállt az ókori tudomány, innen nem léptek tovább, igazából Héronnak a találmányát soha nem hasznosították. Azt nem tudjuk, hogy miért nem, elképzelhető, hogy azért nem, mert az ókorban erre nem volt szükség, még nem volt még igény, minden esetre nem hasznosították. Azonban nagyon-nagyon sok apró dolgot azért a görög találmányokból a római mérnökök a hétköznapi élet során mégiscsak hasznosítottak, úgyhogy ennek köszönhetjük, hogy utak épültek, vízvezetékek épültek, hatalmas betonépületeket emeltek, mint például a Pantheon Rómában, és hát egyáltalán az ókori élet sokkal-sokkal komfortosabbá vált. Most ezeknek az ókori fizikusoknak, feltalálóknak a kísérleteiből, amivel a levegő tulajdonságait vizsgáltam, hoztam párat. Az első kísérlet tulajdonképpen az orgona bemutatása lesz. Megkérem Gyuszit, hogy jöjjön ki. Itt ugyanazt látjuk, amit a videófilmen is láttunk. Itt a tartály, a vizes tartály, van benne egy töltsér. Ebben egy egyszerű ilyen szilveszteri papír trombitának a csöve bele van téve a kupakba, rá van szorítva, és most az lesz a feladat a Gyuszinak, hogy leszorítja a kupaknak a fedelét, és utána levegőt pumpál az edénybe. Fölemeli a hüvelykujját, és megszólal a hangszerünk. Hát így működtek az ókori orgonák. Köszönöm szépen, de gyere ki nyugodtan, mert láttam, hogy te is jelentkeztél. Nyugodtan próbáld ki te is. El kell mondani, hogy igazából nem csak orgonával állunk nagyon-nagyon jól, hanem organistával is, ugyanis... Próbálhatom? Igen. Nem, ne úgy. Gyere ide mellém. Fogd meg mind a kettőt. Nem. Itt úgy. Csak a hüvelykujjadat tedd rá, most nyomd le, és csak a hüvelykujjadat emeld föl. Csak a hüvely... Nem, bocsánat, a mutató. Csodálatos orgonista vagy. Szóval az ókorból 11 orgonistát ismerünk név szerint, ezek közül kettő itt szintén Aquincumban él. Az egyiküket Élias Szabinának hívták, aki nagyon kedvelt volt itt az aquincumi lakosság körében, a másikuk pedig az ő férje Titus Élius Justus volt, akit hát az itt állomásozó katonai csapatnak volt a fizetett orgonistája. És akkor hoztam még egy kísérletet, ez Ctesibiosnak volt a kísérlete. Hoztam még egy kísérletet, ez sokaknak ismerős lett. Ott jelentkezik egy kisfiú, akit
úgy akartam csinálni, mint a spontán választanám, de elárulom, hogy ő az én kisfiam. És hát ez a kísérlet szerintem sokaknak ismerős kell, hogy legyen, mert hogy én úgy láttam, hogy a mai hatodikas természetismeret könyvekben is benne van, és ez a kísérlet, ez Filon könyvéből származik, tehát igazából, ha ma az iskolában ilyen kísérletet mutatnak be, akkor akik itt vannak jelen gyerekek, nyugodtan meséljék el a tanárnak, hogy hát ők már ismerik ezt a kísérletet, ez egy 2300 éves kísérlet. Úgyhogy kérlek, Marci, mutasd be a kísérletet. Mi történik? Marci, el tudod mondani? Hát, hogy kigyúl a fény, és a víz fölmegy. A gyertyalángja elalszik, és fölmegy a víz. Hát Filon azt hagyta ránk ebben a könyvében, hogy ez azért történik így, mert valami az égés során elpusztul a levegőből, ugye ő még nem tudta, hogy az oxigén elég, és jó rész széndioxid lesz belőle, és hogy nem keletkezhet vákum, mert abszolút üresség nincsen, ezért kitölti a helyét a víz. Az ókori Filon a Krisztus előtti 3. században így hagyta ezt ránk. És akkor még hoztam egy kísérletet. Ez szintén Filonnak a kísérlete, most pedig Mártont fogom megkérni, hogy jöjjön ide. És Mártonnak az lesz a feladat, hogy melengesse a lombikot. És akkor figyeljük itt, hogy mi történik a csőbe. Hát ez történt. Ez szintén Filon hagyta ránk ezt a kísérletet. Filon azt írja nekünk, hogy ugye a levegő az kitölti ezt az edényt, amit mi melengetünk. Ha melegítjük a levegőt, akkor a térfogata kitágul a felmelegített levegőnek. És hát hova megy, kiszorítja a csőből a vizet, ezt a színezett vizet, amit mi itt bemutattunk. Úgyhogy ha a diákok közül valaki szintén látja ezt az iskolában, akkor elmesélheti a tanárának, hogy bizony ez is egy 2300 éves kísérlet, és abban a tankönyvben van benne, amiből például Leonardo da Vinci is tanult. Köszönöm szépen, Márton, és maradjál még egy picit itt, ha már itt vagy. Hoztam még egy kísérletet, ez egyébként Hérónnak a könyvében maradt meg. Ez a híres vízből bort kísérlet. Ez egy edény, amiben mi most vizet fogunk tölteni. Arra kérlek, hogy azt a vizet ide öntsd bele. Önök pedig azt nézzék, hogy mi folyik ki belőle. Csiribi, csiribá, vizet öntünk bele, és bor folyik ki belőle, illetve jelen esetben nem bor, hanem színezett víz. Hát ennek a magyarázata nagyon egyszerű, mert hogy két tartályunk van. Az egyik a kísérlet elején még üres volt, a másikban benne volt a színezett víz. Amikor Márton vizet öntött az első edénybe, akkor a víz onnan kiszorította a levegőt, a levegő átment a második tartályba, és onnan kiszorította a színezett vizet, azaz az eredeti kísérlet szerint a bort. Köszönöm szépen! Úgyhogy így mutatta be a kísérletét Hérón, és ez is a levegő viselkedését vizsgálta az ókoriak szerint. És még hoztam egy nagyon egyszerű kísérletet. Ez a nagyon egyszerű kísérlethez megtölteném ezt a edénykémet. Ez a kísérlet, ez pedig nem más mutat be, mint Filonnak a robotját, hogy a Filonféle robot hogyan működött. Van egy kis
vizes palackom, a vizes palacnak a tetejére furtunk egy lyukat, meg az aljára is furtunk egy lyukat, tehát éppen olyan, mint a szobornak a belsejében a vizes, illetve a boros tartály volt a kísérlet során. Hogyha felemelem a hüvelykujjamat, akkor ugye látjuk, hogy az alsó lyukon víz folyik ki. Hogyha a hüvelykujjammal elzárom a nyílást, vagy a mutató ujjammal, akkor egy ideig még kifolyik belőle a víz, de utána abba marad, hiába van ott alul luk, abba marad a víznek a folyása. Hát ez azért történik, mert a víz, ugye nem engedek be levegőt, a víz még egy darabig kifolyik, a benne lévő levegő így nagyobb térfogatot tud kitölteni, ezért a légnyomás, a levegőnek a nyomása csökken bent a palackban, és a külső környezeti légnyomással, a bent lévő levegő légnyomása, illetve a bent lévő folyadék súlyának a nyomása egyensúlyt tart. Mindaddig, amíg újra nem eresztek be levegőt. És hát a Filon-féle fröccs robot, azaz a világ első robotja, az pont ezen az elven működött. És most egy picit szeretném visszakérni a PowerPoint bemutatómat. És mindenkinek hoztam egy verset. Ez a vers, ez Claudius Ptolemaiosztól származik. Claudius Ptolemaiosz a második században élt, szintén ebben a múzeumban, ebben az alexandriai múzeumban dolgozott. Földrajztudós volt, csillagászattal is foglalkozott, matematikával is foglalkozott, és még verset is írt. Azt a verset, amit magammal hoztam, abban tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a tudomány művelése, az neki milyen érzéseket kelt benne. A vershez tudni kell, a kisebbeknek elmondom, hogy a görögök ugye sok-sok istenben hittek, ezek között az istenek között az ő fő istenük az Zeus volt. Ezek a görög istenek, ezek ugyanúgy éltek, mint az emberek, ettek, ittak, jól érezték magukat, viszont nem emberi ételeket ettek, hanem ambróziát. Az ambróziáról gyakorlatilag a mai napig nem tudjuk, hogy micsoda, úgyhogy így olvassuk el ezt a versekét. Mulandó vagyok, egy nap az élet, ám ha az éj jégboltot kutatom, sűrűn örvénylőtt, lábom alól tova tűnik a föld, s nála Zeusnál jól lakom, étket nyújt isteni ambróziát. Tehát Claudius Ptolemaiosz úgy érezte, hogy ha ő a tudománnyal foglalkozik, akkor olyan, mintha elszakadna a földtől, és az istenek közé emelkedne, és ez olyan jó érzés volt neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt ülőknek, mind a jövő kutatóinak és tudósainak, fizikusainak és mérnökeinek, mind a jelen kutatóinak meg lesz ez a jó érzésük. Amit most mind elmeséltem, abban voltak segítőim, a vers fordítója Barta Andrea volt, a fotót Szilágyi Nóra készítette, a képanyagot pedig Lajtos Tamás, Muraközi Éva és Kolosvári Krisztián készítette számomra, a videót pedig Fodor Áron rajzolta. És köszönésképpen elhoztam azt is, hogy konkrétan milyen eszközökkel dolgozott egy ókori ember, egy ókori mérnök, egy ókori fizikus, akár ebben az úgynevezett Musseionban is, azok a kutatók is, akik ott dolgoztak. Hát ez az ókori pauszpapír, ez a pergamen. Ugye a pergamenről tudni kell, hogy eredetően papíruszt használtak, papírus csak Egyiptomban termett, viszont igazából egy másik uralkodó, pergamen uralkodója is akart egy ilyen tudásközpontot létrehozni, mint a Ptolemaioszok Egyiptomban. Hát, hogy a tudást rögzítsék, ahhoz papíruszra lett volna szüksége. Szerintetek adtak az egyiptomiak papíruszt? Nem adtak, ugye? Hát ezért az ókoriak elkezdtek állatbőröket használni, és ezt a pergamoniak, és hát ezt a városukról nevezték el pergamennek, úgyhogy innen van a mi pergamen kifejezésünk. De a mindennapi életben, amíg nem volt számítógép, addig viasztáblákat is használtak a mindennapi jegyzeteléshez. A viasztáblákra pedig egy ilyen kis egyszerű bronzpálcával írtak, ezt nevezték stílusnak, úgyhogy akinek jó volt a stílusa, az jól tudott írni a viasztáblára. Viszintest egy ilyen nagy A betűvel, illetve egy függőonnal mértek. Ez ugye már a gyakorlati életet mutatja.
Használtak vonalzót is, derékszögű vonalzót is, meg egyenes vonalzót is, mértékegységekkel. A görögöknél még rengeteg fajta mértékegység volt, a rómaiak aztán szépen szabványosították őket, úgyhogy itt ilyen szabványmértékegységeket látunk. Használtak természetesen körzőt is, semmiben nem különbözik igazából a miénktől, és hát bizony számológépet is használtak. Ez az úgynevezett zsebszámológép, az abakusz. Ennek hoztam egy fölnagyított változatát is, körbe is adom, meg is lehet nézegetni őket. Úgyhogy igazából egy ókori kutatónak, fizikusnak, mérnökembernek ez volt az, ami a rendelkezésére állt. Ezt is körbeadom, nyugodtan nézegessék meg, hogy mivel dolgoztak az ókoriak. És hát ezzel köszönöm szépen a figyelmüket, remélem megjegyezték Ptolemaiosz Claudiusnak a versét, és jó útra való lesz a kutatásaik során. Ki lehet próbálni, nyugodtan írjanak rá. Itt pedig a pausz papír. Énekelni fognak a kórus tagok. Gyertek! Igazából eredendően úgy volt, hogy ők fogják befejezni, csak hogy nekik még kicsit csúszunk időben. Utána még én egy pár kísérletet szeretnék megmutatni, még bírják. Pontosan. Mert így nem nagyon halljuk. Inkább megyek én, marad csak itt. Nekem van mikrofonom. Nos? Nem, nincs kentett ki jönni? Gyere ki! Gyere ki oda! Nem? Nem. Ha nem, akkor nem. Jó. Nyugodtan írhatnak. Megvan a nóta? Ki lehet próbálni, nyugodtan írjatok. A szarad írni. Yeah.
énekes. És énekeltek még? Jó. Oké. Akkor nagyon szépen köszönjük. Egy kérdésem még lenne, hogy azt mondjátok, hogy hol fogtok legközelebb föllépni. De még egy pillanat, mert ugye megbeszéltük, hogy... Jó. Oké. Tehát akkor ugye szeretnénk elmondani, hogy a legközelebbi föllépése a kórusnak hol lesz? Ide közel. A 172-ben lesz jövő hét szerdán este 7 órától. A K épületben a 172-es terem, ugye az első emelet 72, csak azért, hogy ha nem mindenki tudja, hogy a K172 mit jelent. Jó? Köszönjük szépen! Az a helyzet, hogy arra gondoltam, hogy még a LED-ről egy apróságot megmutatnék. Ez tipikusan az a kísérlet, tehát kétfajta kísérletet tudok javasolni. Az egyik az, amikor javaslom, hogy próbálják utánam csinálni, és a másik, amikor biztosan ne próbálják. Ez azok közé tartozik. Annyi szerencsénk, hogy ez kell egy különleges tápegység, tehát ez azért általában nem szokott lenni. Törpefeszültséggel dolgozom. Akár meg is nyalogathatnám ezeket az eszközöket, de kérlek benneteket, hogyha egy mód van, akkor semmiképpen ne csináljátok. Mit is látunk itt az asztalon? Hát először is látunk egy tányért, meglepően két villa van hozzá, és itt pedig egy pár virsli. Ebben fogunk kísérletezni. Ez a majdnem megehető kísérletek kategóriájába tartozó, és akkor én azt fogom csinálni, tessék? Lámpa és átdugás, igenis. Igen. Jó, tehát akkor itt van a virsli. A virslibe beszúrom a villát a két végébe, így nagyjából, hogy mindenki láthassa, és az áramforráshoz hozzá fogjuk kapcsolni ezt a két villát. És tulajdonképpen azt kell tudni, ez egy kicsit bonyolultnak tűnhet most az általános iskolások számára, de azt tudni kell, hogy ez lesz a pozitív oldala, ez lesz a negatív oldala. Amikor az ember megnézi, hogy mekkora a feszültség, azt gyakorlatilag itt ennek az áramforrásnak a kijelzőjén lehet látni. Azt kell tudni, hogy ha most én hozom a ledemet, és ebbe a virslibe beleszúrom, akkor azt fogjuk megtanulni, hogy a virsliben centiméterről centiméterre haladunk, úgy változik ehhez a ponthoz képest a feszültség. Ami azt jelenti, hogy ez a pont meg ez a pont között akár tudunk akkor a feszültséget csinálni, hogy a virslibe beleszúrva fog világítani a LED. Na, tehát akkor én ezt így beszúrom, bekapcsolom, és amint azt hiszem mindenki láthatja, hogy a virslin keresztül folyó árammal tudjuk működtetni a ledet. Nagyon érdekes dolog az, hogyha fogja az ember, kihúzza ezt a ledet, de nem nyújtam az áramforrásot, a lábait egy kicsit közelebb teszem egymáshoz, akkor lehet, hogy egyáltalán nem fog világítani, vagy csak nagyon halványan. Ez azért van, mert ebben a kis távolságban nincs akkora feszültség, amekkora a lednek szükséges. Ha széthúzzuk a lábát, akkor meg lehet mutatni, hogy a LED sokkal jobban fog világítani, ígyni. Azt is meg fogjuk tudni mutatni, ha megfordítjuk a LED-et, akkor nem fog világítani, mert a LED az egy érdekes módon úgy viselkedik, hogy az egyik irányba világít, a másik irányba meg nem világít. És azt is meg lehet mutatni, hogyha két egymás melletti pontba szúrom be a virslit, tehát úgyhogy ugyanabban a távolságban a villától, akkor nem fog világítani. Természetesen nem csak piros leddel lehet ezt elvégezni, el lehet végezni kékkel is. Ennél még jobban fogjuk tapasztalni azt, hogy a kék led sokkal érzékenyebb, ennek nagyobb feszültség szükséges, sokkal jobban érzékeny lesz arra, hogy milyen távol húztuk szét a lábait. Hát ugye ez az a kísérlet, ami... Ez így barát, mondom, tehát ha föltekertem volna teljesen, akkor 30 volt lenne, tehát ez egyáltalán nem veszélyes, de azért azt kell mondjam, hogy az elektromos árammal jobb, ha nem játszik senki. Hát ezt gondoltam, hogy ezt a részét mindenképpen nézzük meg, mert igazából meg lehetne azt is csinálni, de megfogadtam, hogy gyerekeknek nem, hogy bedugjuk a konnektorba, akkor
Szóval az még csak jobb, ha nem is hallanak róla. Úgyhogy ez a következő. Amit szeretnék még most megmutatni, van itt egy vízforraló, lehet, hogy kicsit kihűlt már, de a következőt fogjuk csinálni. Ennek a vízforralónak a segítségével forró vizet, forrásban levő vizet fogunk előállítani, és egy kicsit szobrászkodni fogunk fizikatudással. Amit hoztam, az három darab pillepalack. Itt van az egyes, a kettes, a hármas. Hoztam hozzá mindegyikhez egy-egy kupakot, de nem is valószínű, hogy mindegyikre szükség lesz. A kísérletünkhöz kell majd egy pumpa is, és akkor annyit mesek, hogy hogy készül a pillepalack. Az első lépés a pillepalackból, hogy egy körülbelül ilyen eszközt, úgynevezett előgyártmányt szoktak fröccsönteni. A fröccsöntés azt jelenti, hogy van egy ebben megegyező alakú üreg, és ebbe az üregbe a polietil tereftalátot olvadt állapotban fogják belenyomni, nagyon nagy nyomással, nagyon nagy hőmérsékleten. Ez a polietil tereftalát, röviden PET, ez olvadt állapotban van. Ezt a palackot viszik el a palackozóba, ott a palackozóban fölfújják. Úgy fújják föl, egy picit megmelegítik. A picit megmelegítik azt jelenti, hogy nem olvad meg, hanem csak meglágyul. És akkor egy ilyen alakú üregbe, nagy nyomású levegővel belefújják, és utána kihűtik. És akkor abból lesz a palack. A helyzet az, hogy ez olvadt állapotból kerül szilárdba, ez meg szilárd állapotban megmaradva csak meglágyul és megnyúlik. Ennek eredményeként egy nagyon érdekes tulajdonság van, ezt betesszük a forró vízbe, emlékezik arra az alakra, amiből csinálták, hogyha nem 100 fokon forró a víz, akkor könnyebb lenne megmutatni, de ha 100 fokon forró vízbe, én ezt most berakom, és mindjárt látjuk, még nem kezdett el forni, de azért fogom enni, fogom, mert ugye azért forró a víz, és akkor én szépen ezt a palackot beteszem ide az edénybe, és akkor szépen megmelegítjük. Ha valaki otthon felnőtt kíséretében, nagyon fontos, felnőtt kíséretében esetleg egy kicsit melegebb helyen, egy sütőbe csinálja, akkor sokkal látványosabb lesz ez a zsugorodás. Mindjárt fogom mutatni, hogy a pillepalackunk, azért azt hiszem nem kérdés, hogy egy kicsit összement. Tehát, hogy kezd emlékezni az alakjára, körülbelül a 150 fok lenne az ideális ahhoz, hogy majdnem ilyenre visszaalakuljon. Hát azért 150 fokon víz az nem szokott forni. Ha valaki egy egész kicsit a fizikában jártas, akkor meg lehet azt tenni, hogy ezt a palackot beteszi egy kuktába, és a kuktában megfőzi. Ugyanis a kukta az magasabban forralja a vizet, a kuktában nagyobb hőmérséklet forral a víz, ott sokkal jobban összemegy, de adott esetben az is lehet, hogy amikor édesanyja süt egy süteményt, akkor a sütemény sütés után betesszük a sütőbe, ott a kb. 150-180 fokon egy papírlapon ez gyönyörűen el lehet végezni a kisetet, tehát az első adott, hogy zsugorítottuk. Azt is meg lehet tenni, hogy nem zsugorítani fogjuk ezt a palackot, hanem meg fogjuk formálni egy kicsit nagyobbra. Ahhoz, hogy ezt megformáljuk nagyobbra, az kell, hogy belül nagyobb legyen a nyomás, mint kívül. Hál' Istennek van egy jó pumpám. Ennek a pumpának a segítségével létrehozunk egy kicsit nagyobb légnyomást. Így. Így. Hogy tényleg nagy... Hoho, ez nem jó, ez a kupak. Ez ereszt. Mindjárt keresünk egy másikat, azért hoztam többet, mert egy a háromból egy mindig szokott jól működni. Tehát akkor megnyomjuk ezt a palackot. Így. Igen, onnan tudjuk, hogy nagy a nyomás, hogy itt pattog. Szerintem mindenki hallja a hangját, hogy ez tényleg nagy a nyomás. Ezt fogom, beteszem ide a forró vízbe, ettől meglágyul, és a nyomás pedig megnézzük, hogy biztos föl fogja egy kicsit nagyobbra fújni. Ha kellően sokáig, hát ez megint olyan kísérlet, amit nem illik a kísérleteket sürgetni, de szerintem nem kérdés, hogy nagyobb lesz. És az alja szépen ilyen gömb alakú lesz. Tehát, hogyha az ember ügyes, akkor a
3 decis palacba akár 1 liter vizet is beletehet. Ezek után, tehát szerintem látszik. Tehát itt a 3 palack, hasonlítsuk össze, ez kisebb lett, ez, innen indultunk, ez pedig nagyobb lett. Úgyhogy egyedül ez a része kicsit magyarázatra szorul, ez egy ilyen traktorszelepet építettem be a kupaknak a tetejébe, de hát ez nem olyan bonyolult, tehát hogyha az ember egy egész kicsit ért a fúrás faragáshoz, akkor az egész biztosan sikerülni fog. No, és akkor azt hiszem, hogy az utolsó kísérlethez jutottunk el. Úgy látszik, nem maradt ki a gravitáció, ha jól hallom. És akkor ezen az asztalon, amit most fogok hozni, ezen az egyik kedvenc kísérletem van, föl bekapcsolva. Ez az eszköz a kísérletek közül azt tanítja, amelyik az egyik legnehezebb, hiszen az elektromos áramot nem nagyon tudjuk, hogy elképzelni. Tehát akkor, amikor egy 7.-8. korú gyerek találkozik az elektromos árammal, akkor az vagy utána nem fog érdeklődni, mert mondjuk megrázta az áram, vagy pedig nem tudja elképzelni, hogy mi az. Tehát egész egyszerűen azt tudomásul kell venni, hogy az elektromos áram az annyira bonyolult fogalmilag, annyira bonyolult, hogy egész egyszerűen abban a korban úgyse értik meg a gyerekek. Ezért aztán azt mondom, hogy muszáj kísérletet bemutatni, mert a kísérletet a hatásen, az elektromos áram hatásain keresztül fogjuk bemutatni. Nem az emberen fogjuk a hatást bemutatni, hanem a körülöttünk levő eszközökben. Amit itt látunk, ez egy antik darab, 1994-ben vonták ki a forgalomba, ez egy külső Winchester, akár hiszik, akár nem. Legalábbis annak a tokja. Ezen a részen volt itt a Winchester, ez ilyen magas, ilyen széles, és hát ott mellette van egy tápegység. Azt kell mondjam, hogy ez a tápegység 200 wattos. Ma egy ilyen Winchester az 2,5 wattot fogyaszt maximum. Tehát ugye az USB-ről ennyit lehet leszedni. Én azt csináltam, hogy beletettem ide egy CD lejátszót. Tehát itt van egy CD lejátszó. Ez egy olyan CD lejátszó, amilyen számítógép nélkül le tudja játszani a CD-t. Erre is már csak az öreg emberek emlékeznek, azon öregek, mint én. És akkor tulajdonképpen azt kell tudni, hogy a hangerősítő, ami még a CD lejátszó alatt van egy hangerősítő, annak a végére én tekercseket tettem. Tehát ez az egyik csatorna, meg lehet tapogatni végig, ez pedig a másik csatorna, jobb csatorna, bal csatorna. Ha elindítom, akkor egész biztosan túl sok élményünk nem lesz belőle. Kedves Zsolt, fogd meg ezt így léces, és mondd, hogy mit érzel. Add a szomszédaidnak is, hogy ők is érezzék. Szerintem semmit. Mert egyébként itt, amikor gyerekeknek a kezébe adom, mit érzel, akkor mindig akarnak valamit érezni. Mert ugye meg akarnak felelni a tanári elvárásnak, de most figyeljél, ide teszem. Most már azért valamit érzel. Meg tudod mondani, mit érzel? Bizsergés. Nagyon jó. Akkor most ez az elsősorban tegye mindenki a fülét az asztalra. Szerintem nem csak az elsősorban hallják, hogy egy zene szól. Tulajdonképpen az történik, hogy ebben áram folyik. Azt tanítják, hogy az elektromos áramnak van mágneses tere. Jövök ide, hogy a kamera jobban tudjon venni. Tehát az elektromos áramnak van mágneses tere. Azt tudjuk, hogy a zenéhez nem állandó egyenletes áram folyik, hanem egy lüktető áram. Ez a lüktető áram, ebben a rúdmágnessel, vagy a korongmágnessel kölcsönhat. Szerintem mindenki látja, hogy ez a zene ütemére mozog, majd nem sokára hallani is fogjuk. Azt kell mondjam, hogy azt is meg lehet tenni, hogy a másik tekercs, és el is fogunk majd mindjárt csinálni valamit, tehát akkor ebbe a tekercsbe tegyünk bele egy másik tekercset, és ennek a tekercsnek a végén 2 LED. És akkor ez a 2 LED világítani fog, és pontosan a zene ütemére, tehát akkor, hogy pontosan a zene ütemére, arra kicsit később visszatérünk. Én a következőt szeretném mutatni. Tessék figyelni, itt van ez a tekercs. Erre a tekercsnek a belsőbe beleteszem ezt a mágnest, és itt tartom így mi. És ehhez fölé, a mágnes fölé, én ide teszem ezt a teáskannát. Jó, tehát ez egy
alumíniumból készült, nyugodtan meg lehet nézni, a belsejében nincs semmi eldugva, tehát nincs benne egy zenekar, ilyen törpékből, és ha ide teszem, akkor megszólal. Tehát, hogy azt nem mondtam, hogy hifi, de mellékesen megszólal, mondanám Ici Mackó, tehát mindenképpen ezt érdemes meghallgatni. Na most akkor a kísérlet nagyon egyszerű a történet. Az indukciót kell ahhoz érteni, hogy az ember lássa, hogy mi történik. Az történik, hogy ez a tekercs, ez változó mágneses teret hoz létre. Ebbe a tekercsbe beletesszük ezt a mágnest, és ez a kettő együtt még mindig egy változó mágneses teret hoz létre. A kettő együtt erősebb, mint külön-külön. Ebbe a kiterjedt mágneses térbe, ebből a kiterjedt lemezből beleteszünk egy darabot, és akkor abban fúkóféle örvényáramok fognak indukálódni, amelyek ezt ezzel a térrel kölcsön adnak rezgésbe hozzá. Ilyen egyszerű. Na most, hát ugye látszik, hogy fémből van a, vagy vasból van a nyele. Azt szeretném megmutatni, hogy természetesen ennek a tekercsnek is szántunk szerepet. Ez a tekercshez pedig egy másik tekercset és egy hangszórót tettem. Tehát, hogyha valaki végignézi, akkor itt van az a hangszórónak a kivezetése, és ezt ide teszem, akkor megszólal. A két tekercs induktíve csatolva van, mondja a fizika könyv, és akkor mindenki értse azt, amit ezen lehet. Azt, hogy a kettő egymáshoz közel van, keresek egy kicsit hangosabb zenét. Mindjárt megkeresjük. Igen. Tehát akkor azt lehet látni, hogy a tekercsünk nem mindegy, hogy hol helyezem el, mert itt nem szól. Ha kicsit közelebb megyek és közelebb, akkor én itt már hallom a fülemet, de ahogy megyek közelebb, akkor lehet látni, hogy hova kell tenni, hogy a leghangosabban a szóljon. Ez olyan, mint az orvosnál a stetoszkóp. Ha jó helyre tesz az ember, akkor hall valamit. Ha nem, akkor nem. Az is érdekes, hogyha a két tekercs így párhuzamos egymással, akkor hangos. Ha két tekercset egymásra merőlegesen teszem, akkor teljesen elhallgat. Ezt is meg tudjuk fizikából magyarázni. Ami még izgalmasabb, hogy ez a hangszóró ez nem túl elég hangos, akkor azt lehet tenni, hogy olvassuk a fizika könyvet, nyalunk egyet és lapozunk, és azt mondja, hogy sokkal hangosabb lesz, ha ebbe teszünk egy vasdarabot. Bocsánat, miért nem szóltál, hogy rakja meg viszi? Na most, hogyha ezt a vasmagot zártát tesszük, tehát itt van az egyik oldal, a másik oldal, bezárom, akkor meg egészen jó kezd lenni, és hogyha nem vettek volna észre, akkor a Déri Bláti Cipernowski által megcsinált transformátor itt van előttünk. Primer tekercs, szekunder tekercs, és egy zárt vasmag. Ez volt az első olyan, aminek már ipari méretekben érdemes volt elektromos áramot átalakítani. És akkor azzal még tartozom, hogy a zene ütemét leellenőrizzük. Tessék megnézni. Íme itt van, a zene ütemére villog, tehát kép és hang együtt, hogy jobban lássuk, talán le lehet. És akkor ezzel megköszönöm a figyelmüket, nagyon köszönöm, hogy eljöttek, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Gabriellának is köszönöm, hogy eljött. Gabriella, légy szíves. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást. És hát azt szeretném mondani, hogy Mikulás fizika egy év múlva ugyanígy. Köszönöm a figyelmet.